Sziasztok! Most van március 15-e. 2024. március. Március 15-én ilyen napfényes, verőfényes idő van. Most itt vagyunk. A korán jött tavasz pedig új hittel és erővel tölt el mindannyiunkat. Összegyűltünk, hogy emlékezzünk azokról a fiatalokról, akik meghallva és megértve az idő szavát, a polgárosodás útját választották a feudális elmaradottság, az évszázados beidegződések és a ráérős halogatás helyett. 1848. március 15. napján Petőfiék a Pilvax kávéházban gyülekeztek, és a március ifjak elindultak. Lépteik nyomán pedig megremegett a föld. A fiatalok felébresztették évszázados álmából a feudalizmusban megrekedt magyar társadalmat. Azokra a fiatalokra emlékezünk most, akik felmerték vállalni azt, hogy nem érdekelte őket, hogy ki hol született. Esetleg milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Mekkora a vagyona, melyik templomba jár. Soraik közé fogadták azokat, akik nem a saját boldogulásuk, személyes érdekeik okán választották és óhajtották a változást, hanem akik szívből vallották. Has, alkos, gyarapíts, és a haza fényre derül. Nem csak azt mondták, hogy ez vagy az nem jó, hanem azt is megmondták, hogyan kellene jól csinálni. Tisztelt hölgyeim és uraim! A korabeli történetíróktól ránk maradt dokumentumokból tudhatjuk, hogy 1848. március 15-e szerdai napra esett. Reggel szomorú hangulatú, borongós, esős időre ébredtek Pesten. Azonban ezt a rossz hangulatot délutára boldogsággá varázsolta a nemzeti öntudatra ébredő magyarság lelkesedése. Most március 15-én ilyen napfényes, verőfényes idő van. A másik ilyen vitathatatlanul érdekes jel, hogy 1848-ban, az 1848-as években, például a 48-as március 15-i budapesti szabadságharc és forradalom kitörése idején meglehetősen hideg, borús, barátságtalan, esős időjárás volt. Ezzel szemben most már az utóbbi időszakokban Magyarországon a 2020-as években februárban, márciusban ilyen idő van, mint most. Tavasz. Tavasz van, emberek! Persze nagyon örülünk ennek a rendkívül kedvező és jó klímának és időjárásnak, nagyjából a mediterránum köszönt ide be hozzánk, és ahogyan azt a tudósok már tudják és megállapították, hogy 1300 és 1900 között volt ez a hideg időjárás, ez a jégkorszakos idő, tehát az 1300-as évek előtt, vagyis 1000-1100-1200 tájéken, tehát az Árpád korban, itt a Kárpát-medencében olyasmi időjárás volt, mint ami most van itt, meg még ami majd most ezután következik. Vagyis ez a plusz 10 fok, plusz 20 fok telente is. Nyáron pedig bőven 30 fok fölött, 40 fok esetleg. Szóval nagyjából az, ami a Mediterránumban, ott is inkább Észak-Afrikában volt tapasztalható sok évszázadon keresztül. Kb. 7 évszázadon át, 7 évszázadonként hullámzóan változik ez a dolog. Na most a történelemben 700 év, az ember történelmében, az borzasztó nagy idő, és nem volt tudomása róla az akkori embereknek, akik a középkorban éltek, meg az újkorban, hogy ez nincs mindig így, hogy olyan veszett hideg van telente, és a nyár viszonylag rövid, csak 3 hónapra korlátozódik maximum,
és ott is leginkább csak július végére, augusztusra melegszik fel az idő, meg a táj, meg a minden. Szóval, no, ez már nem így van, és ez nem is volt így mindig, de 700 éven keresztül így volt a számunkra. No, de azt megelőzőleg 700 éven keresztül pedig meleg volt. És majd most 700 éven keresztül meleg lesz, ha megérjük, ha lesz még addigra ember a föld tekén. Éjjel a múzeum kertben. Hetven év után újra együtt. Vasvári Pál és Vasvári Tóth Tibor a múzeum lépcsőjén. A Nemzeti Múzeum. Én a márciusi ifjak leszármazottja vagyok, annak a Vasvári Pálnak, aki Petőfi Sándor társa, barátja és szabad csapatok vezetője volt hazánkban, és hősi halált halt. A magyar forradalomra és márciusra való emlékezésképpen gondoljunk bele abba, hogy milyen idők járnak. No, milyen idők vannak, emberek? Na, mi ez? Annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a mai Magyarország, a magyar társadalom nagyon rossz állapotban van, beteg, súlyosan beteg. És ennek oka a magyar kormány, a magyar politika. A forradalom és a szabadságharc idején a nemzet egységesen tette le voksát a polgári demokrácia eszméje mellett. Nekünk, a 21. század polgárának kötelességünk, hogy ezt a vérrel kivívott szabadságot megőrizzük, és utódainknak hiánytanul tovább is adjuk. Eme szent kötelességének tettek eleget nagyapáik, akik a két világháborúban védelmezték hazánk határait, és ezt az utat választották, amikor 1956-ban a szovjet hatalommal húztak újat, és kísérelték meg országunkat megszabadítani a kommunista terrortól. Tudjuk, ez az eszme törékeny, és nekünk is védenünk kell, bár reményeink szerint nem a harcterek és megtorlások áldozatainak véráldozatával, hanem a hétköznapi életünk döntéseivel, magatartásukkal, magyarságunkkal. A célok változatlanok 176 éve. Élhessünk úgy, ahogyan azt a márciusi ifjak a 12 pontos követelésükben megfogalmazták. Álljon itt négy közülük. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Közös teherviselést. Ahogyan most szétnézek, kokárpákat látok a szívek felett. Az összetartozás jelképez hazánkban 1848 óta, aminek alapja a modern és demokratikus, polgári alapokon nyugvó államba vetett hitünk. Ugyanez a hit és elvárás köt össze minket manapság, és azt látom, ugyanolyan büszkeséggel viseljük a nemzeti szívű szalagot, mint 176 évvel ezelőtt előtt. Azt hiszem, követendő példa az övé. Nem az számít, honnan jövünk, sokkal fontosabb, hogy merre tartunk. Annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a mai Magyarország, a magyar társadalom súlyosan beteg. És ennek oka a magyar kormány, a magyar politika. Na, ciao.